Szeretettel köszöntök mindenkit. A Szigetvári Bibliakör Szigetvári előadás sorozatán, amit annak idején, még amikor még gyülekezni lehetett, és nem volt járványhelyzet, döntöttünk el, hogy minden hónap utolsó szombatját egy nyilvános előadás sorozatnak szenteljük, és ez sajnos egy kicsit meghiúsította ez a járvány, de az interneten megjelenünk, és ott meghallgathatóak ezek az előadások, és én a magam részéről azt gondolom, úgy döntöttem, hogy minden előadást meg fog csinálni. És nem napoljuk el ezt a tervet, ha a neten egyszer úgyis fönt lesz, akkor az bárki meghallgathatja. És nem csak ez, sőt, talán még haszna is van, mert hiszen nem csak azok, akik esetleg Szigetváron eljöttek volna, hanem bárki más egész világon gyakorlatilag, amennyiben a YouTube-on az egész világon meg lehet ezeket hallgatni. Ez talán most a harmadik rész, és a sorozatnak a címe az a bibliai világkép. Az első részben arról volt szó, hogy milyen régiókat nevez meg a Biblia a világban, úgy a testi, mint a szellemi világegyetemben. A második részben volt szó egy érdekes helyről, a örök hajlékokról, mivel hogy az elsőben ugye beszéltünk a mennyről, földről, pokolról, a második rész volt ez az örök hajlékoknak szánt rész, illetve az ítéletről, az utolsó ítéletről. És próbáltuk kiásni a Bibliából mindazt az információt, ami ezzel kapcsolatos, vagy ezzel kapcsolatban hozható. Most jön a harmadik rész, ígéretem szerint a keresztények ítéletéről lesz szó, hogy milyen ítéletben, hogyan vesznek részt a keresztények, hogyan sem, mi várható, mi a különbség a keresztény ember, illetve a nem keresztény ember között, Isten hogy mutathatja meg az irgalmasságát, ugye, világi emberek felé, a nem keresztények felé. Erről szólt a múltkori részes, hát most látjuk majd azt, hogy Jézus Krisztus, illetve az ő követői mit tanítottak a keresztényekről ebben a tekintetben. Szóval, hát akkor csapjunk bele. Mindenkinek javaslom, hogy vegyen elő egy Bibliát, és papír ceruzát, amivel esetleg jegyzetelni tud, és mindenkit bátorítok arra, hogy saját maga vegye a fáradtságot, és nézze végig a Bibliából ezeket az igéket, amiket én felolvasok, illetve saját szemével győződjön meg arról, amit a Biblia tanít, illetve írja le azokat a gondolatokat, amiket én hozzáfűzni gondolok, és gondolkodjon, elmélkedjen el rajta, legyen olyan, mint a bére a beliek, akik megvizsgálták, hogy vajon azok a dolgok, amiket Pálék mondanak, azok ténylegesen úgy vannak-e. Ezért van Isten igéje, hogy megvizsgáljuk, hogy mit ír, mit tanít. A múltkori előadással gondolom már alaposan ráléptem egy csomó tradicionális nézeteket valló, úgy tradicionális egyházból származó, mint protestáns egyházból származó teológusnak a nagy újjára, kis újjára, és egy csomó dolgot már mondtam, amitől tudom, én a magam részéről tudom, hogy bizonyos gyülekezeteknek, egyházaknak a képviselői sikítva tudnának menekülni, vagy bántalmazni, de a mai alkalommal is fognak ilyenek előjönni. A magam részéről próbálok, semmi többet nem próbálok csinálni, mint értelmezni azt, amit az írások mondanak. Semmi mást. Csak azt, hogy megérteni, mit is mond az ige. A téma, amivel kapcsolatban mit mond az ige, az pedig a keresztényeknek az ítélete lesz, tehát azok, akik Krisztusban vannak. Az első ige szakasz, amit át fogunk nézni, az szintén János tollából van, János apostolnak a tollából, az evangéliumból, és ebből a szakaszból azt fogjuk látni, János Jézus Krisztust idézi, és azt látjuk ebből a szakaszból, hogy kétféle szerepet mond el Jézus Krisztus, amiben ő állani fog, illetve kétféle csoportról beszél.
a kétféle embercsoportról, és hát ezeket fogjuk látni. János Evangélium 5. fejezetéből fogom felolvasni a 20-tól a 29-es igeverseket. Magam részéről mindig a Károli Gáspár fordítást használom, mert továbbra is ezt tartom a magyar nyelven megjelent legjobb fordításnak, dacára azoknak a kritikai megjegyzéseknek, amiket magam részéről hozzá szoktam fűzni. Itt is meg fogok tenni ilyen dolgokat. De még mindig nem született jobb fordítás a Károli Gáspárnál. Az én véleményem szerint itt Magyarországon, magyar nyelven. Tehát János 5.20-tól 29-ig olvasnám akkor az írásokat, gondolom a fordításokról történő rizsázásom alatt mindenki megtalálta már a helyet. Mert az atya szereti a fiút, és mindent megmutat néki, amiket ő maga cselekszik. És ezeknél nagyobb dolgokat is mutat majd néki, hogy ti csodálkozzatok. Mert amint az atya feltámasztja a halottakat és megeleveníti, úgy a fiú is, akiket akar, megelevenít. Mert az atya nem ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a fiúnak adta, hogy mindenki úgy tisztelje a fiút, miként tisztelik az atyát. Aki nem tiszteli a fiút, nem tiszteli az atyát, aki elküldte őt. Bizony, bizony mondom néktek, hogy aki az én beszédeimet hallja és hisz annak, aki engem elbocsátott, örök élete van, és nem megy a kárhozatra, hanem által ment a halálból az életre. Bizony, bizony mondom néktek, hogy eljön az idő, és az most vagyon, mikor a halottak hallják az Isten fiának szavát, és akik hallják, élnek. Mert amiként az atyának élete van önmagában, aként adta a fiúnak is, hogy élete legyen önmagában. És hatalmat ad a néki az ítélettételre is, mivel hogy embernek fia. Ne csodálkozzatok ezen, mert eljön az óra, amelyben mindazok, akik a koporsókban vannak, meghallják az ő szavát, és kijönnek, akik a jót cselekedték az élet feltámadására, akik pedig a gonoszt művelték a kárhozat feltámadására. No, kérem, ez volt a vágatlan rész, hogy a vágatlanul felolvastam sorba az igét, hogy jön a soronként egymás után. Most jön a vágott. Tehát kettő darab csoportról van szó, és kettő darab krisztusi hozzáállásról van szó. Krisztus mind a két csoporthoz máshogy áll hozzá. Ezt most összeolvasom. Az egyik csoport, akik úgymond a Krisztusban vannak, csoportja. A másik csoport a mindenki más, akik nincsenek Krisztusban. Az egyik csoport, a 21-es vers, a 24-től a 26-os vers, a másik csoport 22-23, és a 28-tól a 29-ig. Most így fogom felolvasni, tehát mindegyiket külön, kihagyva a nem oda való részt. Tehát, kérem szépen, 21-estől olvasom, és akkor ugrok a 24-re, aki figyel, tudja követni. Mert amint az atya feltámasztja a halottakat, és megeleveníti, úgy a fiú is, akiket akar, megelevenít. Bizony-bizony mondom néktek, hogy aki az én beszédemet hallja és hisz annak, aki engem elbocsátott, örök élete van, és nem megy a kárhozatra, hanem által ment a halálból az életre. Bizony-bizony mondom néktek, hogy eljön az idő, és az most van, mikor a halottak hallják az Isten fiának szavát, és akik hallják, élnek. Mert amiként az atyának élete van önmagában, aként adta a fiúnak is, hogy élete legyen önmagában. Ez volt az egyik csoport, akik hallják és hiszik azt, amit Krisztus tanít. Elhiszik, hogy Jézus az Isten fia. És jön a második csoport, akik nem hiszik el, hogy Jézus az Isten fia, azon egyszerű okból kifolyólag, mert nem hallanak tőle semmit. Vagy amit hallanak, az egy kulturális maszlag, vagy egy rossz bizonságtétel, de minden esetre, akiket nem tud Krisztus Jézus megszólítani. Illetve azok a személyek, akik a történelemben éltek, és azért nem hallhattak Krisztusról, mert előtte éltek. Ez a 22-es, 23-as vers, és a 27-től 29-ig. Tehát 22-estől olvasom. Mert az atya nem ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a fiúnak adta, hogy mindenki úgy tisztelje a fiút, miként tisztelik az atyát. Aki nem tiszteli a fiút, nem tiszteli az atyát, aki elküldte őt. És hatalmat ad a néki az ítéletét erre is, mivel hogy embernek fia, ne csodálkozzatok ezen, mert eljön az óra, amelyben mindazok, akik a koporsókban vannak, meghallják az ő szavát, és kijönnek, akik a jót cselekedték az élet feltámadására, akik pedig a gonoszt művelték a kárhozat feltámadására.
Hát kérem szépen, erről fogunk most beszélni egy picit. A tanítás sorról sorra megy, tehát most aztán értelmezzük. 21-es verssel kezdjük. Ebben két állítás van. Az, hogy két feltámadásszerű esemény fog történni. Az egyiket az atya fogja csinálni, ahogyan az atya feltámasztja a halottakat és megeleveníti őket, úgy a fiú is, akiket akar, megelevenít. Tehát az atya hatalmában van a halottak feltámasztása, a fiú hatalmában van a halottaknak a megelevenítése. A kettő nem ugyanaz. A feltámadás az én nézetemben és az olvasatomban arról szól, hogy valaki fizikailag is meghalt, gyakorlatilag kikerült a testéből, és ezt a testet fizikailag fel kell támasztani, és meg kell eleveníteni az illetőnek a szellemi. Míg a másik arról szól, hogy a fizikailag nem halt meg az illető, él, biosz szerint, a görög mondja, de szellemileg halott, tehát a Zoe tekintetében ő halott, azokat a fiú megeleveníti. Tehát az atya az, aki testben képes feltámasztani, a fiú úgy tűnik, aki szellemben képes feltámasztani. Ez folytatódik, ez a gondolatmenet a 24-esben, miszerint bizony-bizony mondom néktek, Jézus akkor mond ilyeneket, amikor valami nagyon hangsúlyosat szeretne elmondani. Aki az én beszédeimet hallja és hisz annak, aki engem elküldött, mondja Jézus, tehát hallod, amit Jézus mondott, vagy hallották ott, akik hallották, amit Jézus mondott, és hisz annak, az is az atyának, aki őt elküldte, vagyis azt hiszi, hogy az atya küldte Jézust, annak örök élete van. Mikor van örök élete? Akkor, amikor Jézus beszélt, tehát onnantól kezdődik, onnantól ketyeg ez az idő. Örök élete van tehát, tehát aki hiszi, hogy Jézus Krisztust az atya küldte el, annak örök élete van. És nem megy a kárhozatra, hanem által ment a halálból az életbe. Na most nagyon szeretném tisztázni, hogy az örök élete van, az egy jelen idejű kifejezés. Az, hogy által ment a halálból az életre, az egy múlt idejű kifejezés. Tehát Jézus azt mondja, hogy aki hisz ő benne, és elhiszi, hogy őt Isten küldte, hisz Istennek, aki bizonyságot tett Jézus Krisztus mellett, az által ment a halálból az életre, és annak örök élete van. Jézus ezt folytatja a 25-ösben, mondván, hogy bizony-bizony mondom néktek, hogy eljö az idő, és az most van, mikor a halottak hallják az Isten fiának szavát, és akik hallják, élnek. Most hogyan értsük ezt? Ezt úgy tudjuk érteni, nem fizikailag halottak ezek az emberek, tehát ugye a görög szöveg az ókori gondolkodás szerint, bizonyos ókori körök gondolkodása szerint mondjuk ezt inkább így, kétféle életet különböztet meg, a zoét és a bioszt. A bioszból származik ugye a biológia, ez a fizikai, kémiai élet, a testi élet, míg a zoé az az Istentől kapott élet, és az a szellemi élet. És Jézus erre gondolt, tehát akik szellem szerint halottak, ugye mert Jézus máskor is mond ilyeneket, hogy hagyjátok, hogy a halottak temessék el a halottaikat. Tehát akik szellemileg halott személyek, ami a Biblia olvasatában azt jelenti, hogy Istentől elszakítottak. Hogyha visszamegyünk a Genezis 3-ba, ott találjuk ennek a gyökereit, ugye arról van szó, hogy amely napon eindesz, allor bizonnyal meghalsz, mondja Isten Ádámnak. Tehát azt állítja Isten, hogy azon a napon, a 24 órás vagy nappali periódusban, a hébereknek az egy nappali periódus, az már egy nap volt, tehát abban a periódusban meghal az, aki eszik annak a fának a gyümölcséről, és az Ádám volt. Most látjuk azt, hogy Ádám jó 900 évvel később halt meg fizikailag, tehát Isten nem hazudik, tehát azon a napon mégiscsak meghalt Ádám, de nem fizikailag, hanem szellemileg. És ha megfigyeljük azt, hogy mi történt Ádámmal azon a napon, akkor azt látjuk, hogy kicsukták őt a paradicsomból, és egy olyan helyzetbe került, hogy nem találkozott már Istennel naponta személyesen. És az Istennel való kapcsolat megszakadást nevezi a Biblia szellemi halálnak, és itt erről beszél Jézus Krisztus. Tehát azok a halottak, akiknek nincs Istennel közvetlen kapcsolatuk a bűn miatt, az Ádámnak a vétke miatt, saját vétkeik miatt, meg egyáltalán a bűn miatt,
azok a személyek, akik hallják az Isten fiának szavát, és akik hallják, ugye itt megint kétszer van a hallás szó, azok élnek. A második hallás az ugye arra szeretne, gondolom én, utalni, mert ugye a Biblia máshol is beszél erről, a Róma levél 10. fejezetében, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig felkent, kijelentett igéje által. Tehát egyszer hallják az Isten fiának a szavát, az ő fizikai füleikkel, és akik a szellemi füleikkel is meghallják, és hit ébred a szívükben, hitre jutnak, és elfogadják Krisztust annak, aki, azok élnek. És azt mondja Jézus erről az időről, hogy eljön az idő, és ez már most van. Tehát most indul ez az idő, amitől kezdve lehet Krisztusban hinni, és a szellemi halál állapotából kikerülni. És ez az az állapot, amit az Atya adott Jézusnak, hogy ahogy az Atyának képessége van a halottak feltámasztására és megelevenítésére, úgy Jézus is kapott lehetőséget arra, hogy megelevenítsen bizonyos személyeket, az a szellemi halál állapotából a szellemi élet állapotába átvigye őket, azok, akik hitre jutnak ő benne. Mert, mondja a 26-os vers, ahogy az atyának élete van önmagában, aként adta a fiúnak is, hogy élete legyen önmagában, és ebből az életből lehet bárkinek juttatni, aki Krisztust befogadja, aki Krisztust elfogadja annak, aki. Ez a keresztények. A mai magyar nyelven azt mondanánk, akik Krisztusban vannak, azokra ez vonatkozik. Van azonban egy másik csoport is, Jézus ezekről is beszél, akik nem fogadták el Krisztust, mert nem volt esélyük sem. Tehát ugye Jézus, amikor ebben a szakaszban a 29-es verstől elkezd arról beszélni, hogy az pedig a kárhoztatás, hogy a világosság a világra jött, és az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszok voltak. Az nem azokról az emberekről beszél, akik nem hallottak Jézusról. Oké? Okay? Hanem azokról, akik hallottak Jézus Krisztusról, de nem fogadták el őt, és az ő tanításait nem fogadták be, mert a cselekedeteik gonoszak voltak. Ez a kárhoztatás. Ez egyértelmű. Erről beszél Pál apostol, hogy ők mindenkor Istennek illatját árasztják, van akiknek a halálra, valakiknek az életre. Nyilván halálra azoknak, akik inkább szeretik a sötétséget, akik meggyőződést kapnak Jézus Krisztusról, hogy ő az, aki, de mégis elutasítják érdekből. Itt azonban a 22-es versben, meg a 27-es verstől nem egészen erről a csoportról van szó, mert az atya nem ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a fiúnak adta. Tette ezt azért, hogy mindenki úgy tisztelje a fiút, amint tisztelik az atyát. Ugye? Ez a 23-as vers egy közbevetés. De nézzük a 22-es folyamányát, a 24-est. Tehát az atya az ítélettételt egészen a fiúnak adta. És mondja a következő vers, bocsánat, nem a 24-es, hanem a 27-es, hogy és hatalmat ad a neki az ítélettételre is. Tehát még egyszer mondja Jézus. Ezt fogjuk most megvizsgálni 27-től 29-ig. Hatalmat ad a neki az ítélettételre is. Mi az, hogy is? Mert arra is hatalmat adott neki, hogy hitáltal megelevenítsen valakit, aki hallja őt. És hatalmat adott neki arra is, hogy feltámassza és megelevenítse azt, majd, aki, vagy megítélje azt, aki nem hallotta őt. Mivel, hogy embernek fia. Ne csodálkozzatok ezen, mert eljön az óra, ugye Jézus az előbb beszélt arról, hogy eljön az óra, és az most vagyok. De most ebben a második esetben, mert nem mondja Jézus, hogy eljön az óra, és az most van, hanem mit mond? Mert eljön az óra, amelyben mindazok, akik a koporsókban vannak, meghallják az ő szavát, és kijönnek, akik a jót cselekedték az élet feltámadására, akik pedig a gonoszt művelték a kárhozat feltámadására. Tehát magyarán itt arról van szó, hogy lesz egy óra, amikor azok, akik meghaltak, akik a koporsókban vannak, tehát akik halott állapotban vannak, halálban vannak, be tetszik így mondani, görög elég homályosan fogalmaz, Károli azt mondja, hogy akik a koporsókban vannak, akik a sírokban vannak, úgy is lehet fordítani, akik elmúltak, akik elhaltak, úgy is lehet fordítani. Tehát eljön az óra, akik mindazok, akikkel ez megtörtént, meghallják az ő szavát, és kijönnek. És akik a jót cselekedték az élet feltámadására jönnek ki, akik pedig a gonoszt művelték, a kárhozat feltámadására jönnek ki. Ugye? Tehát ugye az elején elhangzott az, hogy Isten
az ítéletet egészen a fiúnak adta. Oké? Az ítélet kétféle lehet. Van az életre való ítélet, és a kárhoztató ítélet. És ez világosan beszél itt a Biblia ebben a szakaszban, hogy nem azokra az ember, nem arról van már szó, hogy valakik elfogadják Krisztust annak, aki, és hisznek annak, aki elküldte Jézus Krisztust, hanem itt már nincs hitről lehetőség, vagy hitetlenségnek a lehetősége, mert ott ez nem egy ilyen, nem kérdés, tehát akik fel fognak támadni, azok tudják, hogy kivel állnak szembe. Nem kell hinni, mert tudják. Tehát gyakorlatilag világossá válik a dolog, és nem is, nincs is mese, mert onnantól kezdve már ítélet fog következni, cselekedetek alapján, ha jó cselekedetek az élet feltámadására jönnek, akik pedig gonosz, a kárhozat feltámadása, és a kárhozat, az nyilván a negatív ítéle, a kárhoztató ítéle. Magyarán odáig jutottunk el, amiről múlt héten bőségesen, bocsánat, nem a múlt héten, hanem 4 hete, abban az előadásban szó volt, odáig jutottunk el, hogy lesz az utolsó ítélet, azt Jézus Krisztus fogja csinálni, és kétféle kimenetele lehet annak az ítéletnek, kárhoztató vagy az életre szó. Magyarán a keresztények a János 5 szerint, János 5.24 szerint, 24-25-ig, azok által mentek a halálból az életbe, azok nem mennek a kárhozatra, és azoknak örök élete van. Ez a három kijelentés van a János 5.24-25-ben, és ehhez más nem kell, mint hogy halljad, amit Jézus mond, elfogadd őt annak, akinek mondja magát, hogy az atya küldte őt. Ez ilyen egyszerűnek tűnik a Bibliából. Nézzük meg, mit ír erről a Kolossé. A kérdésünk, tehát amit vizsgálunk, hogy mi lesz a keresztények sorsa. Ugye múltkori előadásban láttuk, hogy mi a nem keresztények sorsa, mi a keresztények sorsa. A Kolossé 1-ben, Pál apostol Kolossé beliekhez írt levelének első fejezete, 12-14-es vers, tehát Kolossé 1-12-14, a következőt írja, hogy hálákat adván az atyának, aki alkalmasakká tett minket a szentek örökségében való részvételre a világosságban. Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, által vitt az ő szerelmes fiának országába, kiben van a mi váltságunk az ő vére által, bűneinknek bocsánata. És jó elősen megnyomtam azokat a lényeges szavakat, ami köré ez a gondolat fölfűzhető. Pál apostol hálát ad, mert alkalmassá tétetett a szentek örökségében való részvétel a világosságban. Tehát a világosságban van Pál apostol, és mind aki Krisztusban van. Ugye ezek a szentek azok a bizonyos Istenhez hűséges maradt angyali seregek, vagy Isten fiak, vagy tehát nem emberekről beszélünk itt az igében, ezt láttuk talán pár előadással ezelőtt a pécsi előadássorozatban. Szeretettel ajánlom mindenkinek, hallgassa meg azt is. De a lényeg az most jön, aki megszabadított minket a sötétség hatalmából. És a sötétségnek az egyik hatalma pont az, hogy az ember azon túl, hogy fizikailag meghal, Jézus azt mondta, ne attól féljünk, aki a fizikai testet öli meg, hanem attól, aki a szellemet is képes megölni. Tehát a sötétség hatalmából ki lettünk víve. Által vitte, ez is egy múlt idejű kifejezés, ha látjuk, az ő szerelmes fiának a királyságába. Tehát ha valaki Krisztusban van, az megszabadult a sötétség hatalmából, vagyis a sötétségnek nincs hatalma fölötte, sátán nem tudja őt levinni a pokolba magyarán, miután meghalálozik, mert ő az ő szerelmes fiának a királyságában van. Nem a sátánéban, hanem Isten szerelmes fiának a királyságában van, mert oda Isten által vitte őt a múlt időben. Akiben, Krisztusban van a mi váltságunk. Tehát magyarán mi meg vagyunk váltva, nem leszünk megváltva, nem lesz ránk alkudozás. Ez megtörtént. Ez el van végezve. Az ő mi váltságunk az ő vére által van, a mi bűneinknek a bocsánata. És ez van az a helyzet. Tehát akinek a bűnei meg vannak bocsájtva, az a mennybe megy, kérem. Erről ír a 1 Korintus levél is, Pál apostolnak egy másik levelet, azt látjuk, hogy mi Pálnak a teológiája. Most nyilvánvalóan
Mit látunk? Az apostolok tanítását látjuk, jó? Tehát János Jézust idézte. Hogy Jézus szájából szó szerint pontosan így hangzott el, vagy nem így hangzott el, nem tudjuk, mert nem volt magnó abban az időben, és János nem dugta Jézus orra alá. De az biztos, hogy János pontosan tudta a teológiáját, annak, amit Jézus tanított. Ne felejtsük el, 3,5 évig együtt éltek gyakorlatilag. Tehát Jézus nagyon pontosan szájba rágta ezeket a dolgokat, és János az evangéliumában leírja, mit mondott Jézus, mit tanított Jézus. Vagy szó szerint azt tanította, vagy más szavakkal tanította, de a lényeg az volt, ami. Most azt látjuk, hogy Pál apostolnak mi a teológiája. Ez kiderül ugyanaz, mint Jánosé. Tehát gyakorlatilag azt mondja Pál apostol is, amit Jézus mondott, ha tetszik így mondani, hogy megszabadított által vitt van váltságunk. Amiről Jézus beszélt, hogy nem megy kárhozatra, által ment a halálból az életre. Ugye? És örök élete van. Ezt mondta Jézus is, ezt mondja Pál apostol is. Tehát, hogyha el sikerül lapoznunk a Korintus levél, tehát 1. Korintus levél 3-ba, akkor azt látjuk a 15-ös versben, tehát 1 Korintus 3.15, 1 Korintus 3.15-ben, ha valakinek munkája megég kárt val, ő maga azonban megmenekül, de úgy, mintha tűzön keresztül. Tehát gyakorlatilag az illető keresztény, aki semmi jót nem csinált ebben az életben, tetszik így mondani, ő azonban megmenekül, ha munkája megég is. Erről később beszélni fogunk részletesebben, de ez az ige is, az 1 Korintus 3.15 azt mondja, hogy az a keresztény ember, aki gyakorlatilag semmi hasznosat Krisztusért nem tett, ő is meg fog menekülni. Ő is megmenekül Krisztusnak a napján. Visszatérve a Kolossé levélbe, mert visszamegyünk a Kolosséba, ahol az előbb néztük az első fejezetet. Most nézzük a harmadik fejezetet, Kolossé harmadik fejezetben, az első verset és a harmadik verset. Tehát, ha valakinek sikerült ennyi idő alatt visszalapozni, annak hurrá, ha nem, akkor megállítja a felvételt. Tehát Kolossé 3.1. Annak okáért, ha feltámadtatok a Krisztussal, az oldafelvalókat keressétek, ahol a Krisztus van az Istenek jobbján ülvén. Most nyilván Pál apostol testben élő keresztényekről nek ír levelet. Tehát testben élő keresztényeknek ír levelet, és azt írja róluk, hogy feltámadtatok a Krisztussal. Tehát mivel, hogy feltámadtatok a Krisztussal, az odafelvalókkal törődjetek. Azt mondja a harmadik vers, kettővel lejjebb, mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve együtt a Krisztussal, az Istenben. Tehát világos, rendkívül világos a bibliai teológia azzal kapcsolatban, hogy aki Jézus Krisztusban van, annak örök élete van, az mennyei állampolgár. A mi állampolgárságunk, ugye, a mennyekben van, ahonnan várjuk a mi Urunknak, a Jézus Krisztusnak az eljövetelét, mondja a Biblia máshol. Tehát lényeg az, hogy ez egy egységes teológia. Most tudom, hogy, és most fogok rálépni tyúk szemekre erősen, hogy van a keresztények között egy tanítás, az úgynevezett Krisztusban alvás. Látni fogjuk hamarosan, hogy ez mennyiben helyes teológia, mennyiben nem. Mit mond Pál apostol egy levéllel arrébb a Filippiben? Menjünk el a Filippi levél első fejezetbe. Filippi levél első fejezetbe. És nézzük meg ezt az írást. Közben én megnézem, hogy mennyi időm van. Fél órát sikeresen elbeszéltem már a hallgatóság idejéből. Filippi 1.23. Pál magáról mondja azt, hogy szorongattatom-e kettő közt, kívánván elköltözni és a Krisztussal lenni, mert ez sokkal inkább jobb. Aztán folytatja arra, hogy azzal, hogy de testben megmaradnom, érettetek hasznosabb, stb. És meggyőződésre is jut Pál apostol, hogy meg is maradt testben még. De Pál nem azt mondja, hogy szeretnék elköltözni és elaludni, hanem a Krisztussal lenni. Tehát Pálnak az a teológiája továbbiakban, hogy a keresztény ember mikor megy a mennybe? Amikor elköltözik a testből. Tehát a keresztény ember nem akkor megy a mennybe, amikor jön az utolsó ítélet. Ugye, mert a Jézus is azt mondta, hogy nem megy kárhozatra, hanem által ment a halálból
az életbe. Azt is lehetne mondani, nem megy ítéletre, mert által ment a halálból az életbe. Tehát ilyen értelemben nincs mit rajta ítélgetni. De azért mondja Pál apostol, hogy ő kívánna elmenni és a Krisztussal lenni, mert az sokkal jobb. És ezt azt gondolom, hogy ezt mindenki elmondhatja, mert ugye azt mondja a Biblia, hogy a mi pillanatnyi könnyű szenvedéseink nem hasonlíthatóak azokhoz az a dicsőséghez, ami bennünk megjelenik. Tehát gyakorlatilag a Biblia pillanatnyi könnyű szenvedésnek tekinti a keresztény életet. Jó? És mondhatjuk azt, hogy ha ez Pál apostol az ő életét könnyű szenvedésnek tekinti, akkor a mi életünk még könnyebb szenvedés, ugye? És ilyen értelemben mondhatjuk azt, hogy persze hát Pál apostol annyi nyomorúságon ment keresztül, persze jobb Krisztussal lenni, de a mi, a keresztény, a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünkről beszél a Biblia, abban beletartozik Pál is, meg az a keresztény is beletartozik, ők soha életében még egy pofon csak kapott Krisztusért, és ez egy ilyen elég széles intervallumon mozgó pillanatnyi könnyű szenvedés. Ez a pillanatnyi könnyű szenvedés, ez az örökkévaló dicsőséghez képest pillanatnyi könnyű szenvedés. Jó? Ezért pillanatnyi, mert csak egy rövid ideig tart az örökkévalósághoz képest. Könnyű szenvedés azért, mert az ellenkező kosárban az a hatalmas dicsőség, amit kapunk Krisztustól, Istentől, az sokkal fajsúlyosabb, mint az a szenvedés, ami itt történik velünk, még akkor is, hogyha ez a szenvedés igen iszonyatos szenvedés, mondjuk például, mint volt Pálé, Péteré vagy a többieké. Tehát Pál apostol nem azért vágyik a Krisztussal lenni a Filippi 1.23-ban, mert az ő sorsa rettetesen nyomorult, hanem azért, mert Krisztussal lenni akkor is sokkal inkább jobb, ha az embernek jó sorsa van itt, ezen a földön, ezen a bolygón. Erről ír a Korintus levélben is. Tehát látjuk azt, Pál apostol nem állít közbenső állapotot. Pál azt gondolja, hogy amikor ebből a testből kikerül, akkor ő megy a Krisztushoz egyenesen. Nyilván semmi ítéletről nincsen szó. 2 Korintus 5-ben is ezt fogjuk látni, hogyha valaki velem esetleg odáig ellapoz, akkor látni fogjuk azt, amit látni fogunk. Most már remélem ennyi szövegelés alatt el tudtatok oda lapozni. Tehát 2 Korintus 5:1. Mert, és akkor felolvasok egy hosszú szakaszt, jó? 1-től 9-ig, és akkor ezt értelmezgetni fogjuk szépen soronként. Mert tudjuk, hogy ha mi földi sátorházunk elbomol is, épületünk van Istentől, nem kézzel csinált örökkévaló házunk a mennyben. Azért is sóhajtozunk ebben óhajtván felöltözni erre a mi mennyei hajlékunkat, ha ugyan felöltözötten is mezítelennek nem találtatunk. Mert akik a sátorban vagyunk, és sóhajtozunk megterheltetvén, mivel hogy nem kívánunk levetkőztetni, hanem felöltöztetni, hogy ami halandó, elnyerje azt az élet. Aki pedig minket erre elkészített, az Isten az, aki a szellem zálogát is adta nekünk. Azért, mivel hogy mindenkor bízunk, és tudjuk, hogy e testben lakván távol vagyunk az Úrtól, mert hitben járunk nem látásban, bizodalmunk pedig van, ezért inkább szeretnénk kiköltözni a testből, és elköltözni az Úrhoz. Azért igyekszünk is, hogy akár itt lakunk, akár elköltözünk, néki kedvesek legyünk. Hát kérem, akkor most jön a soronkénti értelmezgetés. Tehát ugye láttuk a Kolossé levélből, meg a Filippi levélből, hogy aki Krisztusban van, az jelen pillanatban Isten királyságának a lakója. A Filippi levélből meg azt láttuk, hogy aki kilép a testéből, az elköltözik a Krisztushoz. És nincs más megálló a kettő között. A 2 Korintus 5 is erről beszél. Azt mondja, hogy amikor a földi sátorházunk elbomol, akkor épületünk van Istentől. Figyelj, mit mond az írás? Van. Nem azt mondja, hogy amikor elbomol, bocsáss meg, a földi sátorházunk elbomol is, így is lehet fordítani, vagy azt mondja, hogy ha a földi sátorházunk elbomol, épületünk van Istentől. Nem kézzel csinált, örökké való házunk a mennyben. Ez van nekünk, ez megvan. Ezért is, mivel hogy ez nekünk van, sóhajtozunk ebben óhajtván felöltözni erre a mi mennyei hajlékunkat. Látni fogjuk az igében, hogy hát majd el fogok oda lapozni, el fogunk oda is lapozni, hogy szükség, hogy ez a test romolhatatlanságban feltámadjon, és ne romlandó legyen.
Azt a szakaszt is meg fogjuk keresni hamarosan. Én már itt keresem a Bibliámban, és akkor oda fogunk lapozni. De most egyelőre azt látjuk ebben a szakaszban, hogy óhajtjuk, tehát kívánjuk felöltözni erre a mi mennyei hajlékunkat. Mert ebben sóhajtozunk. És akkor Pál betűzi azt a hármas verset, hogy hát ha ugyan felöltözetten és mezítelenek nem találtatunk, ugye tudja az írás, tudjuk azt, hogy ez egy érdekes ellentmondás, hogy ugye felöltözzük az új testet, de lehet, hogy ettől függetlenül meztelenek leszünk. Ugye? És a jelenések könyvét, aki olvassa, akkor az látja, hogy adaténak nekik fehér ruhák, mert a fehér ruhák azok a szentek igazságos cselekedetei. Tehát itt arról beszélünk, hogy hogy a felöltöztük az új testet, de az új ruha az a szentek igazságos cselekedetei lesznek. Most ez nem azt jelenti, hogy a mennyben pucérak lesznek azok, akik nem cselekedtek semmi jót, de úgy tűnik viszont, abból viszont gondolhatunk arra, hogy a ruházatból, illetve a testen hordott valamiből látszani fog az illetőnek a földi cselekedeteinek az eredménye, jutalma. Tehát Pál erre utal, hogy figyeljünk, mert a felöltözködés, a mennyegzői ruha, ha tetszik így mondani, ami Jézus példázatából származik, azt fel kell öltözni. Ugye fel kell vegyétek, öltözzétek fel a Krisztust, és a testet ne tápláljátok az indulatokra, mondja Pál apostol. Tehát ez a mi dolgunk, ha tetszik így mondani. Ez a hármas verse, erről ennyi. Négyes vers, tehát 2 Korintus 5:4. Mert akik a sátorban vagyunk, és sóhajtozunk megterheltetvén, mivel hogy nem kívánunk levetkőztetni, hanem felöltöztetni, hogy ami halandó, elnyelje azt az élet. Miről beszél Pál? Mi az, ami halandó, amit le fogunk vetni? A földi sátorházunk. Azt fogjuk levetni. És azt mondja, azért sóhajtozunk, mert nem kívánunk levetkőztetni. Hát ki kíván meghalni? Hát ki kívánja levetni a testét? Esetleg maximum az, akinek már nagyon gyötrelmes a testi élete, és borzasztóan rosszul érzi magát, és már inkább meghalna, inkább kiszállna a testéből, mert iszonyatos fájdalmai vannak, stb. Stb. De hát ki kívánja azt az állapotot, ugye, hogy a testet levetni szeresse már? Senki nem kívánja. Tehát nem kívánunk levetkőztetni, hanem inkább felöltöztetni, hogy ami halandó, elnyerje azt az élet. Erről itt jön be majd a Korintus 15:50-től elfelé, mindjárt odalapozunk. Vagyis arra vágyunk, hogy erre a testre húzzuk fel az örökké valót. Ez egy páli teológia, látni fogjuk mindjárt, mit ért alatt a Pál, csak itt nem fejti ki. Aki, mondja az ötös vers, tehát 2 Korintus 5:5, aki pedig minket erre elkészített, az az Isten az. Mármint mire? Arra, hogy dicsőséges testet fel fogjuk öltözni. Aki a szellem zálogát is adta nékünk, ez egy páli tanítás, hogy a Szent Szellemet zálogba adta Isten, magyarán nálunk hagyott egy olyan értékes holmit, már ha az ő saját szellemére, az Isten szellemére lehet azt mondani, hogy holmit, tehát nálunk hagyott valami olyan iszonyatos értékes dolgot, ami zálogként is szerepel, ami biztosítéka annak, hogy többit is meg fogjuk kapni. Ez egy nagyon lényeges gondolat. Azért, mivel, hogy mindenkor bízunk, és tudjuk, hogy e testben lakván távol vagyunk az Úrtól. Hát kérem szépen, ebben a mondatban nagyon sok igazság van. Többek közt az is, hogyha a keresztény ember azt érzi, hogy Isten távol van tőle, akkor nem furcsa ez az érzés. Hogyha a keresztény embernek imádságban meg kell dolgozni azért, hogy Isten jelenlétét megérezze, az nem furcsa, mert ebben a testi világban távol tartózkodunk Istentől. Hiába van itt a Szent Szellem, az ugye a szellem záloga hol van? Bennünk van, de mert testben vagyunk, távol vagyunk az Úrtól. Ez van. Tehát ez a kettősség ott van a keresztény embernek az életében. Kaphat a Szent Szellemtől indítatásokat belülről, a Szent Szellem ott van, de az Atyától, Istentől távol van, mert testben van. Viszont, mondja a hetes vers, hitben járunk, nem látásban, 8. vers, bizodalmunk azonban van, ezért inkább, és most jön a lényeg, szeretnénk kiköltözni a testből, és elköltözni az Úrhoz. Tehát, ha összerakjuk a 6. és a 8. verset, akkor azt látjuk, hogy a testben lakva távol vagyunk az Úrtól, kiköltözve viszont elköltözünk az Úrhoz. Megint csak azt kell látnunk, hogy a kettő között nincs köztes megálló,
Nincs egy állomás, egy tranzitzóna, ahol heteket, hónapokat, évtizedeket, évezredeket el fogunk tölteni, hanem aki kiköltözik a testből, ahol távol volt az Úrtól, az elköltözik az Úrhoz, azaz hát közel lesz az Úrhoz. Ezért aztán, mondja a 9-es vers, igyekszünk is, hogy akár itt lakunk, akár elköltözünk, kedvesek legyünk neki. Kedvesek legyünk előtte. Tehát ebből a két ige szakaszból látjuk azt, hogy bizony-bizony Pál apostol nem hisz abban, hogy a keresztények valamiféle köztes állomásban fognak lenni valahol, majd valamikor, hanem azt hiszi, hogy aki a Krisztusban van, és kiköltözik a testből, az bizony elköltözik az Úrhoz. Most elmegyünk az 1 Korintus 15-be, jó? Tehát 1 Korintus 15-50-be. Ez egy utolsó idei tanítása Pálnak, hogy 50-től 58-ig tart, tehát 1 Korintus 15-50-től 58-ig olvasom az írásokat. Azt pedig állítom, atyám fiai, test és vér nem örökölheti Isten királyságát, sem romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot. Ímé titkot mondok néktek, mindnyáján ugyan nem alszunk el, de mindnyáján elváltozunk nagy hirtelen, egy szempillantásban az utolsó trombita szóra, mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk. Mert szükség, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára, és a halandó test halhatatlanságot öltsön magára. Mikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és a halandó halhatatlanságba öltözik, akkor beteljesül az ige, amely meg vagyon írva, elnyelettetett a halál diadalra. Halál, hol a te fullánkod, pokol, hol a te diadalmad, a halál fullánkja pedig a bűn, a bűn ereje pedig a törvény. De hála az Istennek, aki diadalmat adja nékünk, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Eddig olvasom fel. A lényeg az, hogy itt kihangsúlyoztam azt, hogy öltsön magára. Tehát az 53-as versben kétszer szerepel, hogy öltsön magára, és hogyha itt megnézzük a 2 Korintus 5.4-et, ugye, ahol azt mondja Pál, nem kívánunk levetköztetni, hanem felöltöztetni. Pál erre gondol, erre a felöltöztetésre, amit kifejt az 1 Korintus 15.50-ben, 50-től elfelé. Mit tanít Pál apostol a 1 Korintus 15.50-től elfelé? Nézzük meg soronként, értelmezzük. Hát a Pál azt állítja az először, hogy test és vér nem örökölheti Isten királyságát. Nagyon sajnálom, kedves testvérek, test és vér nem örökli Isten királyságát, mert a romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot. Tehát ez a testvér életforma, a hústest és a vér, az romlandó. Ez van. Azért romlandó, mert romlandónak lett teremtve, bocsánatot kérek, ezt tanítja az ige, ugye, hogyha valaki komolyan veszi a Biblia tanulmányozást, rá fog jönni. Isten azért rakta az életfáját be a kertbe, mert Ádám halandó volt, és ahhoz, hogy ezt a halandóságot kikerüljük, a romlandóságot kikerüljük, azért neki rendszeresen enni kellett volna arról a fáról. Hát kérem szépen, viszont ezt a fát ugye eltüntették a földről. Először az embert fa kertből ki, aztán gondolom a fa el. Jött utána egy özönvíz, ugye ne felejtsük el, tehát ez viszonylag elmosott minden. Többek között a jó és a rossz tudás fáját, meg mi egymást. És lényeg az tehát, hogy meg az élet fáját is. Lényeg az, hogy most ez van, nem jutunk ez a fához hozzá, és a romlandó nem örökölheti a romolhatatlanságot. Miért nem? Nem kell azt hiszem teológusnak lenni ahhoz, hogy valaki felfogja észre, hogyha kapott egy örökséget, ami örökké tart, azt nem fogja tudni örökké birtokolni, hogyha 10 év múlva meghal, ugye? Tehát magyarán ahhoz, hogy egy örökké való örökséget az ember át tudjon venni, és azt örökké való módon tudja élvezni, neki is örökké való lényé kell válnia. És erről beszél Pál az 51-estől. Titkot mondok néktek, mindnyájan nem alszunk el, de mindnyájan elváltozunk. És ugye itt beszél Pál az elaluvásról. De látjuk, hogy Pál nem azt érti az elaluvás alatt, hogy tranzitzónában nyuszókázunk, szunyókázunk egyet. Ezt előbb bőven kifejtettük, hogy Pál azt hiszi, hogy ha valaki kilép a testből, az elmegy az Úrhoz. Tehát mindjárt nem halunk meg, de mindjárt elváltozunk. Nagy hirtelen, egy szempillantásban az utolsó trombita szóra, mert trombita fog szólni, a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk.
Tehát magyarán a holt testek romolhatatlanná fognak válni azoknak a keresztényeknek a testei, akik elhaltak. Ez is tudom, kontroverzális, bele lehet kötni Pálba, de igazából nem lehet belekötni, ha valaki tudja mindazt, amit Pál tud. Beszél Pál arról, hogy ugye van szellemi test, és van lelki test is, és ez a lelki test az, amelyik meghal, az, amelyik romlandó, a szellemi test az, amelyik fel fog támadni. Tehát meg lehet kérdezni, hogy fog testben feltámadni az a 3000 éves hulla, aki már Porsche, vagy akit, mit tudom én, elégettek, hogy mondják ezt, krematóriumban, nem tudom magyarul, bocsánatot kérek, elnézést kérek az előadás sorozatomat visszahallgatva, azt látom, hogy rettetesen nyögdécselek mostanában magyarul. Rengeteg minden angolul zajlik a fejemben, és nagyon nem jutnak eszembe a magyar dolgok. Tehát, hogyha valakit elégetnek, és urnában porítanak, ha tetszik így mondani, akkor azzal mi lesz? Hát annak hogy támad fel a teste? Pál azt mondja, hogy feltámasztatik a szellemi test, tehát a lelki test az az, ami. Mert van szellemi, és van lelki, erről volt szó, így is van megírva, ugye azt mondja Pál apostol, hogy lőn az első ember, ugye ez 1 Korintus 15:45-ben, hogy lőn az első ember Ádám élő lélekké, az utolsó Ádám pedig megelevenítő szellemé. Tehát ez van, tehát néhány sorral feljebb ezt látjuk, és hát ugye, hogyha olvasunk oda be még egy kicsit a 47-esbe, hogy az első ember földből való földi, a második ember az Úr a mennyből való, 48-as, amilyen ama földi, olyanok a földiek is, és amilyen a mennyei, olyanok a mennyeiek is, és 49-es, amiképp hordtuk a földieknek ábrázatát, hordani fogjuk a mennyeinek ábrázatát is. És utána kezd arról beszélni Pál, hogy testvér nem örökölheti az Isten királyságát, ugye, mert szükséges neki, hogy romolhatatlanságot vegyen magára. Ez a páli teológia. Tehát, és a 44-es versben mondja Pál apostol egyébként azt, hogy elvettetik a lelki test, és feltámasztatik a szellemi test, mert van lelki test, és van szellemi test is. Tehát hol vagyunk, emberek? 1 Korintus 15-ben, jó? Tehát 1 Korintus 15, két helyet vizsgálunk az 1 Korintus 15-ben, az egyik az 50-től elfelé, a másik az 50-ig, és ugye a 44-es írja azt, hogy elvettetik a lelki test, és feltámasztatik a szellemi test. Na most, hogyha valakinek Károli Gáspár fordítása van, akkor itt azt olvassa, hogy elvettetik az érzéki, feltámasztatik a lelki. Azért van ez így, mert Pál apostol a szellem szót nem használja, nem Pál apostol, bocsánat. Károli Gáspár a lélek szót használja a szellem helyett mindenütt konzekvensen, és itt azonban egyetlen mondaton belül található a lelki és a szellemi. És ő a Pál nem használta a szellemit eddig, pontosabban mindenre, ami szellem volt, azt mondta a lelki, ezért valamit ki kellett találni a lelkire, és az érzékit mondja. Okay? De hogyha valaki megnézi a görög szöveget, akkor pszichikoszt lát, illetve pneumatikoszt lát. Tehát ezért mordítottam az előbb így, hogy elvettetik a lelki, és feltámasztatik a szellemi. És ugye erre utal a 45-ös vers a következő, lőn az első ember Ádám élő lélekké, az utolsó Ádám megelevenítő szellemmé, és nem kinyába mit mondhat, és már szó szerint kell fordítani szegénynek, mert szó szerint utal az ige, és most megerőszakolja magát Károli Gáspár barátunk, és végre lefordítja a lelket léleknek, a szellemet szellemnek. Nagyjából kétszer a Károli fordításban történik ez meg, itt ez az egyik. De a lényeg az, hogy erről beszél a Biblia, hogy nem az elhamvasztott lelki test, a test és vértest, a hús vértest fog feltámadni, amikor Jézus Krisztus eljön, hanem úgymond a szellemi test fog feltámadni, és hús, illetve hát fizikai alakot ölteni, valamiféle fizikai alakja is lesz neki. Erről beszél Pál apostol, hogy a 52-es versben, hogy egy szempillantásban a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, feltámad a szellemi testük, a lelki test az elvettetett, annak vége van, elmúlott, befejeztük, csókolom, és mi elváltozunk. Tehát azok a személyek,
Ugye itt lehet rajta kapni Pál apostolt, hogy megvarul a győződve, vagy az ő életében még eljön Jézus Krisztus, az élete vége fele tudja már, hogy nem. A lényeg az, hogy azt gondolja, hogy mi, akik élünk, akik itt hagyattunk megmaradni, mondja Pál apostol Tesszalonikában, elváltozunk. Mert szükség, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára, és a halandó test halhatatlanságot öltsön magára, és itt nyavajogtam az öltsön magára, ezt hangsúlyoztam ki erősen, mert a 2 Korintus 5.4-ben ez van kihangsúlyozva, hogy nem kívánunk levetköztetni, hanem felöltöztetni. Hát magyarán senki nem szeretné a halál folyamatát átélni, halál állapotába belekerülni, a haldoklás folyamatán senki nem szeretne végigmenni. Nyilván még akkor sem, hogyha annak eredményeképpen testből kikerülve közel lesz az Úrhoz. Ugye? Elköltözni és az Úrral lenni, mert ez sokkal inkább jobb, de nem akar senki haldokolni. Ugye itt ateisták szoktak ezen viccelődni, hogy mindenki a mennybe akar menni érdekes módon, de senki nem akar meghalni. Hát szegény ateista nem tudja, hogy ez egy olyan pillanatot ír le a Korintus 15, amikor meghalás állapota nélkül lehet a mennybe menni, mert elváltozunk, ugye? Ez a titok az 51-es versben. Nem aluszunk el, de minden elváltozunk. Tehát mindenki, az is, aki feltámadt, meg az is, aki életben volt. És akkor teljesedik be az az ige, hogy elnyelettetett a halál diadalra az 54-es versben, amikor a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és a halandó halhatatlanságba öltözik. Hát ezért mondja Pál apostol, amit mond a 2 Korintus 5-ben, hogy szeretné felölteni ő is a romolhatatlan testét. Szeretné kihagyni a halálozásnak a folyamatát. Sajnos Pál apostol nem hagyta ki, mert leszelték a fejét, és ilyen módon mártír halált halt. És nagyon sok keresztény járt így, még rosszabbul is. Szörnyű módon végezték ki a keresztényeket, és szörnyű módon végzik ki a keresztényeket bizonyos helyeken. Lehet, hogy miközben éppen erről beszélek. Vannak keresztények, akiket éppen elpusztítanak. Tehát láthatjuk tehát, hogy Pál világosan tanítja két dolgot. Az egyik az, hogy amikor az ember kikerül, a keresztény ember kikerül a testéből, akkor elmegy az Úrhoz. A másik, hogy ez egy olyan állapot, amikor ugyan az Úrnál van, de nem testben. De lesz testi feltámadása is a keresztény embernek, az utolsó trombita szóra egy szempillantásban meg fog történni, egy szempillantásban fognak testben megjelenni, fizikai testben megjelenni azok, akik meghaltak, és elváltozni azok, akik itt élnek még éppen abban a pillanatban, amikor az Úr Jézus Krisztus eljön. Eljön tudnilik, és hát erről is beszél a Biblia a későbbiekben. De most ugye, hát ez a bizonyos elragadtatás tanítás, amire most nem szeretnék kitérni, hanem inkább azt fogjuk megnézni, hogy lesz-e a keresztényeknek ítélete. Tehát láttuk azt, hogy az utolsó ítéletre, a kárhoztatásra nem megy az illető. Azt is láttuk azt, hogy az utolsó ítélet nem csak kárhoztató ítélet, ezt a egy hónappal ezelőtti tanításból kiderül. De vajon a keresztények hogyan fogják megélni a Krisztussal való találkozást? Úgy tűnik, hogy az nem mindegy. Ezeknek az igéknek nézünk most utána, és hát adhatjuk a címet, hogy a keresztények ítélete. 2 Korintus 5.10 az első igénk, amíg én kicsit belekortyolok a kávémba, addig a 2 Korintus 5.10-et megkeresi mindenki. 2 Korintus 5.10 így hangzik, mert nékünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélő széke előtt, hogy ki megjutalmaztassék azt szerint, amiket a testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt. Ugye ezzel szoktam poénkodni, hogy a kiki fog megjutalmaztatni, bár mindnyájan megjelenünk Krisztus ítélő széke előtt, a kiki fog megjutalmaztatni. Nyilván, tehát mindenki, ez a kiki, ez egy ilyen régi kifejezés, manapság nagyon ritkán használjuk. Az viszont világos, hogy mindjárt meg kell jelenni a Krisztus ítélőszék előtt. És azt szerint fogunk meg jutalmaztatni. Nagyon érdekes dolog, itt jutalmazásról van szó, amit a testben cselekedtünk.
Tehát a keresztényeknek a sorsa, ha tetszik így mondani, ketté válik. Egyrészt mindenképpen a mennybe jutnak, úgy tűnik, de másrészt a mennyben meg lesznek jutalmazva, szerint, amit a testben cselekedtek. Na most minél régebbi szöveget nézzünk meg, a 2 Korintus 5-ben, tehát a Nestlé Alandot, ha valaki olvassa, ugye ezek a legújabban, legkésőbb fellelt szövegekből összeállított Biblia, de ugyanakkor a legkorábbi, legrégebbi szövegeket tartalmazza. Tehát a megtalálás volt későn, a keletkezés volt nagyon régen, a legrégebbi szövegek. Tehát a Nestlé Alandban, vagy akár a Freebergben azt fogja látni, hogy megjutalmaztassék azt szerint, amit a testben cselekedett, vagy jót, vagy hiába valót. És nem gonoszról vagyon szó. Kicsit a későbbi fordítások hanyagabbak, ha tetszik, nem fordítások, bocsánatot kérek, ez mind görög szövegről beszélünk, csak én magyarul mondom, mert Károlitól használom. Tehát a későbbi görögök egy picikét úgy tűnik nem annyira pontosak, mint a lehető legkorábbiak, nincs ezen semmi meglepő. Egyéb iránt, minél korább vagyunk az eredeti keretkezéshez, nyilván annál közelebb vagyunk az eredeti értelemhez, és nagyon okosnak érzem az eredeti értelmet, miszerint megjutalmaztatik azt szerint, ami testben cselekedett jót, vagy hiába valót. Tudnék, a gonoszt, azt Jézus Krisztus vére törölte el. Azért jutott az illető a mennybe. Ma azokat a gonosz dolgokat, amiket cselekedtek a keresztények keresztényként, most ne tessék ezen meglepődni, de Jakab apostol mondja azt, hogy sokan sokképpen vétkezzünk, mondja egyes szám első személybe, Jakab apostol. Nem tudom, hogy Jakab apostolnak sikerült sokan sokképpen vétkezni, a Jakab 3.1-ben, akkor nem állítom tévedést azzal, amikor azt mondom, hogy mi keresztények bizony vétkezünk. Még pedig sokan sokképpen vétkezünk. És az gonoszság. A vétek, az a törvényszegés, az gonoszság. Tehát ezt törölt el Jézus Krisztus. Ugye azt mondja János apostol az ő levelében, nem az evangélium levelében, hogy ezeket azért írom nektek, atyám fia, hogy ne vétkezzetek. De ha vétkezünk, van szó, szólunk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus, ugye, aki engőzte elő áldozat a mi vétkeinkért, sőt, nem csak a miénkért, hanem az egész világért is, mondja ott János. Tehát van nekünk szószólunk az atyánál, van, aki, van ott a Jézus Krisztus vére, aki jobbat beszél, ugye, mint az Ábel vére. De ettől függetlenül előfordul az, hogy a keresztény vétkezik. De ezek a vétkeknek a megemlékezése nincs a mennyben, el vannak törölve Jézus Krisztus vére által. Viszont vannak cselekedetei a keresztény embernek, amik van jó cselekedetek, vagy hiába való cselekedetek, ugye? Hát ebben aztán meg teljesen totálisan tuti, nagyon jók vagyunk mi keresztények, hogy hiába való dolgok után futkosunk, ugye, hiába való dolgokat cselekszünk, mert milyen szempontból hiába való? Hát Isten királysága szempontjából hiába való, kérem szépen, hadd mondjam el, hogy egyetlen szempont létezik a világegyetemben, ami számít, azt tudnilik Isten szempontja. Hát ez van, kérem. És Isten szempontja az egyetlen értelmes és fennmaradó szempont, ha tetszik így mondani, tudnék, ez az egész világ elmúlik, és ennek az ábrázata is, de aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké, mondja János szintén a levelében. Vagyis az összes okos, érvelő, borzasztóan értelmes, borzasztóan okos, borzasztóan élesen, az igét élesen bíráló személy régen nem lesz már sehol, amikor Isten még mindig ugyanazt a véleményt fogja tartani, amit egyébként ma is tart. Okay? Tehát az Isten királysága szempontjából vannak cselekedetek. Jó cselekedetek, vagy hiába való cselekedetek. És azt mondja a Biblia, hogy ezek alapján leszünk megítélve, és meg fogunk állni Krisztus ítélőszéke előtt. És ő meg fogja állapítani az adott cselekedetről, hogy jó volt, vagy nem. Ugyanezt írja Róma 14.10 egyébként, tehát ez is egy erős páli teológia, nem csak egyetlen helyen beszél róla Pál apostol, rómaiaknak is ezt elmeséli. Tehát Róma 14.10-hez lapozva azt olvassuk, hogy te pedig miért kárhoztatod a te atyád fiát, ahogy te is miért veted meg a te atyád fiát, hiszen mindnyáján odállunk majd a Krisztus ítélőszéke elé. Hát, kedves testvér, ez van. Kellemetlen, de ez van,
Ez azt jelenti, hogy igen, lesz a keresztényeknek ítélete. De mit fog ez az ítélet jelenteni, és milyen rendben fog ez az ítélet zajlani? Erről azért még van a Bibliának némi mondani valója, és ezt most mi meg is fogjuk nézni. Először elmegyünk vissza az 1 Korintus 3-ba, ugye? Tehát ugye láttuk már ezt a 15-ös verset, idéztem az 1 Korintus 3-ból, és most egy hosszabb szakasz következik, tehát 1 Korintus 3, 11-től 15-ig megyünk végig, tehát 1 Korintus 3, 11-től 15-ig. Mert más fundamentumot senki nem vethet azon kívül, amely vettetett, mely Jézus Krisztus. Ha pedig valaki aranyat, ezüstöt, drágakövet, fát, szénát, pozdorját épít rá erre a fundamentumra, kinek-kinek a munkája nyilván lészen, mert ama nap megmutatja, mivel hogy tűzbe jelenik meg. És hogy kinek-kinek munkája minémű legyen, azt a tűz próbálja meg. Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmát veszi. Ha valakinek a munkája megég, kárt val, ő maga azonban megmenekül, de úgy, mintha tűzön ment volna keresztül. Tehát ez a szakasz, kérem szépen. Lássuk most akkor, mit is jelent ez. Hát nyilván a 11-es vers, az világos, mint a nap, hogy más fundamentumot senki nem vethet, azon kívül, amely vette. Tehát ugye Pál apostol a korintusiakhoz ír egy meglehetősen feddő levelet, hogy köztük szakadás van, mert egyik azt mondja, Pálé vagyok, én Kéfás, én Apollós, én deret, megindult a szakadás, ki hova tartozónak tartja magát, és ugye a harmadik fejezetben tér erre vissza, hogy én, mint bölcs munkás, jó megfelelő fundamentumot vetettem, de aztán más épített rá, én Pál, aztán jött a Kéfás, aztán jött az Apollós, aztán jött, ki tudja, ki jött még, tehát egy csomó keresztény ember munkálkodott az én keresztény életemen, de hát kicsoda Pál, kicsoda Apollós, erről beszél itt Pál. És ezt a gondolatot folytatja, hogy más fundamentumot senki nem vethet. Tehát akárki vetette a fundamentumot, az Jézus Krisztus. Most jön az a lényeg, az a rész, hogy hát ki és ki mit épít erre a fundamentumra. Oké, okay, a te életed Jézus Krisztuson alapszik, az rendben van, mert kegyelemben vagy. De hát többféle dolgot lehet erre építeni, aranyat, ezüstöt, drágakövet, fát, szénát, pozdorját. Ugye? Most nyilvánvalóan ez a 2-3-as csoport, azokból az egyik a tűzben nem ég el. Az arany, az ezüst és a drágakő a tűzben nem ég el. Még a fa, széna és a pozdorja az bizony elég. Ugye a fát mindenki érti, a széna pedig ugye az a szálastakarmánynak használt anyag, ami fennmarad a cséplés után, illetve különféle dolgoknak ugye a betakarítása után. Nem ugyanaz a széna, mint a szalma, de most ebben nagyon nem fogunk belemenni. A lényeg az, hogy a szalma az, ami a szálastakarmánynak a szára, és másra nem lehet használni, csak tudom én bekeverni esetleg falban felhasznált földfalas építészetbe, vagy állatokkal megetetni, széna az, ami nem ilyen csöves, nem ilyen száras, hanem kicsit ilyen lazább anyag. De a lényeg az, hogy amikor ez megszárad, ez borzasztó jó lég. Pozdorja ugyanaz, tehát amikor tilolják, ez megint egy új szó, viszont nem tudom, mindenki érti, tehát amikor készítik a kendervásznat, akkor a kendert tilolják, tehát a héjas részét azt lehántolják róla, és amikor az megszárad, akkor az egy nagyon könnyen éghető, gyorsan ellobbanó, nagy hirtelen nagy hőt adó anyag lesz, ez a pozdorja, kérem szépen, pillanat alatt elég. Tehát ezt mindenki érti, aki paraszti gazdasághoz bármi köze volt, hogy ezek jól éghető anyagok. Tehát Krisztus Jézusra, visszatérvén az igéhez, Jézus Krisztusra kétféleképpen lehet építeni. Vagy maradandót, vagy pillanat alatt ellobbanót, és gyorsan elégőt. És azt mondja, hogy kinek-kinek munkája nyilvánvaló lesz, mert ama nap megmutatja, mert tűzben jelenik meg az a nap. És ha valaki elolvasgatja a jelenések könyvének a trombitációit, a trombitákat, nem akarok jelenések könyvéből most tanítani, nem lapozunk oda, tehát a jelenések könyvében lényeg az, hogy
minek utána jelen, és a könyve beszél a gyülekezetek sorsáról. Aztán látjuk a mennyei szint a 4-es fejezettől kezdve. Aztán látjuk a pecséteknek a felszaggatását. És ugye a 6. pecsétnél történik valami egész elképesztő, amiről Jézus Krisztus is beszél, nap nem fénylik, a hold nem fénylik, a csillagok az égről lehullanak, stb. És látjuk azt a jelenetet, hogy ott az emberek jajveszékelnek, hogy elbújnak a barlangokba, föld alá, hogy essetek ránk, rejtsetek el minket, az el, aki a trónon ül, és már eljött az ő haragja, és kiállhat meg, és akkor utána elkezdődnek a trombita szók, és a trombita szóknál látjuk azt, hogy olyan égi események zajlanak, amik elképesztőek. Tehát Jézus is beszél a Máté evangélium 24. fejezetében ezekről, beszél a Lukács evangéliumban is erről az időről, a kisaszkatológiában, a Lukács 21-ben is, aztán később beszél a Márk evangéliumnak, emlékeim szerint a 13. fejezetében ezekről az eseményekről, amelyek meg vannak jósolva az Ószövetségi Szentírásban. Egy olyan esemény, ami valamennyire globálisan látható, érzékelhető jelenség lesz, egy időben el fog tűnni a napfénye, a holdfénye, és a csillagok, mintha lehullanák az égről, olyan spéle lesz, nagy sötétség lesz, homály lesz, és úgy tűnik, ugye a modern teológusok azt mondják, hogy ez nem más, mint egy becsapódás, ez egy hatalmas égitestnek, a meteornak a becsapódása a Földbe, és azt mondják, hogy ez a trombita szó, az első néhány trombita szó, az pont egy olyan meteornak a becsapódását írja le, ami úgy tűnik ketté szakad valahol a légkörben, vagy amíg azon kívül, és az egyik része a földbe csapódik, a másik része a tengerbe csapódik, és ez fogja azt okozni, hogy hatalmas mennyiségű törmelék kerül az égbe, és por, és ezért elsötétedik a nap, nyilván a hold is, tehát az égi testek belsötétednek, és a visszahulló törmelék, ami a becsapódás kráteréből kiszáguldott ugye az ég felé, visszafulló törmelék az úgy fog kinézni, mint hogyha csillagok hullanának le az égről. Tehát ez látják az ószövetségi proféták ezt az eseményt évezredekkel korábban. Ugye János is úgy tűnik látja ezt az eseményt, Jézus utal erre az eseményre, és hát kérem szépen, Jézus úgy tűnik erről beszél, és ez egy hatalmas, ugye tűznek tartatván fenn, mondja Péter apostol, tehát ez tűz, tüzet jelent, ez tüzet jelent a becsapódáskor, és tüzet jelent ott azokon a helyeken, ahova visszahullik a földre a törmelék, és ez a nap tűzben jelenik meg. És ott Jézus Krisztus világosan tanít erről, hogy azok után, a napoknak a nyomorúsága után a nap elsötétedik, ahol nem adja a fényét, a csillagok az égről lehullanak, és akkor meglátjátok az ember fiát eljönni dicsőségben, stb. És akkor az ő angyalaival összegyűjteti az ő választottait a föld határától az ég határáig. Tehát magyarán arról beszél Jézus Krisztus, hogy amikor eljön, közvetlenül az ő eljövetel előtt fog ez az esemény megtörténni. Dióhéjas eszkatológia hangzott el most itt hirtelen. Tehát ez a nap tűzben jelenik meg, ugye Péter is mondja, hogy tűznek tartatván fenn. Egy óriási zrika lesz ezen a földön, valami oltári nagy égitestnek a becsapódásáról lehet szó. Megjegyzem, van is esélyünk rá, csak így megsúgom a kedves hallgatóságnak, hogy álmatlan éjszakái legyenek, hogy várunk egy hatalmas nagy égitestet, ami hamarosan 2029-ben, emlékeim szerint, talán április 13-án, az egy pénteki nap lesz pont, fog a Föld mellett elhaladni. Most a NASA-nak a hivatalos álláspontja az, hogy olyan közel fog hozzánk elhaladni, hogy a geostacionárius műholdakat ki fogja ütni, de a Földbe nem fog becsapódni. Na és ha igen,
Mert ha és ha igen, akkor pontosan ezt a jelenséget fogja produkálni, ami a Bibliában le van írva, már az ószövetségi prófétáktól kezdve Ésaiástól, a Jóelen és a kis prófétákon keresztül Jézus Krisztuson át egészen a jelenések könyvéig, ez meg van említve, ez a nagy esemény, amely nagy esemény pontosan a Jézus Krisztus eljövetele előtti pillanatokban, napokban, órákban fog lezajlani. És ugye azt mondják ezek a csillagászok, hogy ez egy olyan pályán mozog ez az Apophisra átkeresztelt valami, hogy 2029-ben, illetve 2036-ban fogja a Földet megközelíteni. Hogyha 20, ha 29-ben nem, akkor esetleg 36-ban már esélyesebben fogja elkapni a Földet. Ez egy érdekes gondolat. Ez valaki felszalad a netre, utána járhat. Nyilvánvalóan a tömegmédia ezt nem fogja reklámozni túlságosan ezt a dolgot, de nyugodtan lehet kutatni az interneten. Valaki főleg angolul beszél, akkor nagyon sok anyagot fog erről találni, hogy találgatják az emberek, hogy na most mi lesz ez az Apophis? Eltrafál bennünket, vagy nem? És pontosan megfelel azoknak a paramétereknek ez az Apophis nevű valami. Érdekes módon egyébként, akik elnevezték a NASA-nál Apophis-nak, az Apophis az a egyiptomiaknál volt az alvilág istene. Érdekes gondolat. Tehát ez a srác, amikor így megjelenik, és esetleg becsapódik, akkor pontosan azokkal a paraméterekkel bír ez a cucc, hogy esélyes, hogy ketté szakad, esélyes, hogy a tenger is kap, esélyes, hogy a szárazföld is kap, és akkor látjuk majd azt az égi jelenséget, amiről itt szó van, és akkor Jézus azt mondja, mindezeket látjátok, emeljétek fel a fejeteket, mert tudjátok, hogy elközelgetett a ti megváltásotok. De akárhogy is vesszük, ha ez tényleg így lesz, 2029-ben, 2036-ban, vagy bármikor, akkor nyilvánvaló, hogy amit építettünk, amit felépítettünk mi keresztények, abból az fog elégni, ami anyagi. Ugye? Ami anyagi. Ami szellemi érték, az nem fog elégni, mert ezt a fizikai tűz nem égeti el. Tehát, hogyha valaki anyagi javakat halmozott fel csupán az életében, az a nap tűzben jelenik meg, tehát azokból nem sok minden marad. És ha viszont szellemi értékeket halmozott fel, illetve épített fel Jézus Krisztusra, azokat nem érinti semmilyen becsapódás, tehát még akár egy sokkal nagyobb is, ami apropó, ez az Apophis ez nem okoz teljes kihalást valószínűleg a számítások szerint, tehát történnek számítások azzal kapcsolatban, mi, ha mégis becsapódik. Hát pontosan az, hogy különféle föld alatti létesítményekben vonul el az emberiségnek egy része. Egyébként azt számolgatják, hogy még valamit elmeséljek el az Apophisról, hogy nagyjából az Egyesült Államokban Kalifornia, illetve Mexikó környékén fog megérkezni, illetve annak a környékén a tengerbe zuhanni a másik része. Tehát nagyon érdekes lesz az esemény, hogyha megtörténik. Akkor nem okoz teljes kihalást a Földön, de nyilvánvalóan az Egyesült Államoknak lőttek körülbelül. Tehát ez egy akkora holmi, ami eltörli az Egyesült Államokat, Mexikót és Dél-Amerika északi részének nagy részét, gyakorlatilag annak lőttek. De a Föld másik féltekéjén, ugye fennmaradhat az élet bőven nyugodtan, és irgalmatlan nukleáris télen, meg mindenféle szörnyűségen, meg egy majd keresztül. És aminek a leírásai azért úgy nagyjából megfelelhetnek esetleg annak a dolognak, ami a jelenések könyvében van leírva, már nem a trombiták elhangzásánál, hanem a harag poharainak a kiöntetésénél. Tehát könnyen elképzelhető, hogy egyetlen ilyen esemény, egy ilyen becsapódási esemény indítja el gyakorlatilag mindazt, ami a jelenések könyvében le van írva. De ez természetesen csak egy fikció, ha tetszik így, mert az Apophis nem fikció, az tényleg jön, és tényleg
földközeli állapotba fog kerülni 2029. április 13-án. Azt nem lehet tudni, hogy becsapódik vagy nem. Hát most az érdekes megállapítás, az iszonyatos sebességgel borzasztó távolságban száguldó hatalmas kődarabról azért elég nehéz azt az állítást tenni, hogy igen, nem csapódik be, de olyan közel jön, hogy a geostacionárius műholdakat azokat kiüti. Nem tudom, hogy ennyire pontosan ki lehet-e számolni azt, hogy ennyire hogy fog elhúzni. Szóval azok a geostacionárius műholdak, azok nincsenek olyan nagyon messze a Földtől. Aki ezt az állítást tette, hát nem tudom. Nem tudom, én a magam részéről nem tudom elképzelni, hogy ezt ennyire pontosan ki lehet számolni jelen per pillanatban. Nagyon sok minden hat erre a megérkező égitestre még addig, arról nem is beszélve. Úgyhogy nem tudjuk. Hát majd kialakul, kérem szépen. De ha ez tényleg igaz, akkor nyilvánvalóan a mostani COVID-19 járvány az egy gyönge vicc ahhoz képest, ami akkor fog következni, hogy ez tényleg így történik meg. De nem erről akarok beszélni, csupán arról, hogy az illető megmenekül, mint egy tűzön keresztül, ha semmi hasznosat nem épített erre a dologra, ami alatt azt érti Pál apostol, hogy minden munkája megég. Tehát aki tűzön keresztül menekül meg, az gyakorlatilag az a személy, akinek leégett a háza, és semmilyen nem maradt. Maximum a ruha, ami rajt van, és ő megmenekült. Szóval magyarán úgy megy be a mennybe, hogy semmilyen nincsen. Ugye Péter apostol beszél arról, hogy igyekezzetek a ti elhívásotokat megerősíteni, vagy erőssé tenni, ezen képen nem ütköztök meg soha, és gazdagon adatik néktek a mi úrunk Jézus Krisztusnak a királyságába való bemenetelt. Magyarán Péter arról beszél, hogy az Isten királyságába be lehet menni gazdagon is, hogyha az ember igyekszik az ő elhívását erőssé tenni, akkor gazdagon adatik neki a bemenetel. Na de, nézzük meg tovább az írásokat, hogy mi alapján derül ki, hogy amit építettünk, arany, ezüst, drágakő, vagy faszén a pozdorja. Hát a Kolossé levélben megint a harmadik fejezetben, ott már sokat jártunk, tehát Pál sok mindent elárul az ő saját kis teológiájáról a harmadik fejezetben, 23-as vers, tehát Kolossé 3:23. És valamit tesztek, lélekből cselekedjétek, mint az Úrnak, és nem mint embereknek. Fordíthassuk ezt úgy, hogy érthetőbb legyen, hogy lelkesen cselekedjétek. Ténylegesen psziché szerepel itt az eredeti szövegben, tehát itt pontos a fordítás. Tehát lélekesen, mint az Úrnak, és nem embereknek, tudván, hogy az Úrtól veszitek az örökségnek jutalmát, mert a Krisztusnak szolgáltok. Ámen. Tehát azt mondja, hogy aki keresztény, az Krisztusnak szolgál, akármit is csinál, és azért lelkesen csináljátok, akármit csináltok. Nagyon tetszik nekem egy, már elfelejtettem, elnézést kérek a katolikus testvérektől, de volt egy katolikus rend, aki gyógyítással foglalkozott, kedves nővérek és egyebek szolgáltak náluk, és azt mondták, hogy úgy kell a beteggel foglalkozni, tehát úgy kell bánni vele, mint hogyha Jézus Krisztus lenne. Úgy kell törődni azzal az emberrel, aki gyengélkedik, beteg, és ők ápolgatják, mintha Jézus Krisztust ápolnák. Hát kérem, ez egy csodálatos gondolat, ebből a Kolossék 3:23-ból származik gyakorlatilag, és nagyon-nagyon csodálatos gondolat ez, és hát ez a katolikus rend, ez nem vérért és fizetésért gondozta a betegeket, hogy megjegyzem zárójelbe. Tehát az Isten adja mindenkinek a szívébe azt, hogy gyengélkedő emberrel úgy bánjon. De ők erre gondoltak, hát igen, hát úgy kell csinálni, úgy kell bánni az emberekkel, mint a Krisztussal bánnánk. Na, zárójel bezárva, 25-ös vers, tehát Kolossé 3:23, aki pedig igazságtalanságot cselekszik, jutalmát veszi, igazságtalanságának, és nincsen személyválogatás. Tehát magyarán, ha mennyben van bünti, nem úgy, mint a tűzdek tovább, hogy jó meleg, de nyilvánvalóan bizonyos szolgálatoktól, bizonyos dolgoktól el lehet esni, úgy tűnik a mennyben, mert az igazságtalanságnak is a jutalmát lehet venni. Ugye Pál apostol beszél arról, hogy végezetéről eltétetett nekem az igazságnak a koronája, amit megad nekem az Úr, az igaz bíró.
mondja Pál. Tehát Isten az igaz bíró, és Pál tudja, hogy ő igaz módon élt. Tehát nyugodtan lehet várni, kedves keresztény barátom, azt, hogy Isten igaz módon, személyválogatás nélkül fogja megítélni a cselekedeteidet, és a mennyben jutalmat fogsz venni a jó cselekedetekért, illetve hát igazságtalanságnak is jutalmát lehet venni, hogy ez mi, ez a jutalom, mi jut azoknak, akik igazságtalanságot cselekedtek keresztény életük során, azt nem tudom, de sajnos gyanítom, meg fogom tudni. Én is cselekedtem már igazságtalanságot sajnos, és bizonyára az Úr meg fog érte feddeni. Ezt nyugodtan várhatod, és elvárhatod te is a magad életében. De meglátjuk az igében azt is, hogy mi az, ami számít a mennyben, tehát mi az, ami fontos, lényeges, néhány igevers következik ezzel a kapcsolatban. Például a Galata 5-6, ezt mindenki tudja már, ismeri az én teológiámat ezzel a kapcsolatban, tehát a Galata levél 5. fejezet 6-os vers, Galata 5-6 mondja azt, hogy Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem ér semmit, sem a körülmetéletlenség, hanem a szeretet által munkálkodó hit. Tehát gyakorlatilag a haszon, ami számít Jézus Krisztus előtt, ez a szeretet lesz. Látni fogjuk. Látni fogjuk. Tehát nem csak nem arról van szó, hogy a szeretet által munkálkodó hit, szeretet, ami hit, hanem szeretet által munkálkodó bármi. Nézzük meg az 1 Korintus 13-at, jó? Az 1 Korintus 13. fejezetet mindenki úgy ismeri, mint a szeretet himnusza. Ugye? És de hát nézzük meg, hogy hogy kezdődik 1 Korintus 13.1. Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem, olyanná lettem, mint az engőérc vagy a pengő címbalom. Magyarán üres, mechanikus, érzéketlen, csak peng. Ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot, és minden tudományt ismerek is, ha egész hitem van is úgy annyira, hogy hegyeket mozdítok ki a helyükről, szeretet pedig nincs én bennem, semmi vagyok. Na most hadd értelmezzem akkor ezt, jó? Vannak, akik azt tanítják, hogy a hit a szeretet által működik. Ha nincs szeretet, nincs hit. Ez egy tévtanítás. Tudnilik, az 1 Korintus 13 azt mondja, ha egész hitem van is annyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki a helyükről, szeretet pedig nincs bennem, mert magyarán lehet olyan ember, akiben nincs szeretet, de akkora hite van, hogy hegyeket mozdít ki a helyéről. Vagyis, ezért mondja a Galata 5-6, hogy csak a szeretet által munkálkodó hit fog jutalmat nyerni a mennyben. A nem szeretet által munkálkodó hit nem fog jutalmat venni mennyben. Miért? Milyen az a hit, ami nem szeretet által munkálkodik? Megmondom, én önző. Tehát az a hit, amit önmagadért fejtesz ki. Itt mindjárt olvassuk a szeretet himnuszában azt, hogy a szeretet nem keresi a maga hasznát. Ugye? Látni fogjuk hamarosan. Vagyis a szeretet az önzésnek az ellentéte. Tehát visszamegyünk az 1 Korintus 13-ba, 1 Korintus 13, ott az 5-ös vers, azt mondja 1 Korintus 13.5, hogy a szeretet nem cselekszik égtelenül, nem keresi a maga hasznát. Vagyis a szeretet attól szeretet, hogy nem a maga hasznát keresi. Vagyis, ha te hited arra irányul, hogy te haszonhoz juss, az nem szeretet által munkálkodó hit. Mert a Biblia világosan tanítja az 1 Korintus 13.2-ben, hogy a hit lehetséges a szeretet nélkül, mert valakinek egész hite lehet akkora, hogy hegyeket mozdít el a helyéről, de nincs benne szeretet. Most ugye Biblia azt beszéli, azt tanítja, hogy Isten szerelme kitöltetett a Szent Szellem által a szívünkbe, aki adatott nékünk, akkor most Pál apostol most akkor azt mondja, hogy most akkor kitöltetett az Isten szerelme szívünkbe, vagy nem? Kettő együtt igaz. Kitöltetett a szívünkbe, de az 1 Korintus 13 1-től 3-ig azt tanítja, hogy az én tevékenységemet nem a szeretet motiválja. Nézd csak meg! Emberek, angyalok nyelvén szólok. Jövendőt mondok, titkot, tudományt ismerek, egész hitem van, hogy hegyeket mozgatok el. Ha vagyonomat mind feletetem is, ha testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból, mondja a 3-as vers. Semmi hasznom abból. Tehát magyarán, bármilyen nagynak tűnő cselekedet, ami mögött nem a szeretet van, mint motiváció, az semmi hasznot nem
hajt. Semmi haszna nincs Isten előtt. Point. Erről van szó. Tehát mi az, ami elhatárolja egymástól a fát, szénát, pozdorját, ezüstöt, aranyat, drága követ, tehát mi az, amiből valami megmarad a tűzben megjelenő nap után, vagy elég a pozdorja, hogy azt a dolgot szeretetben építették, vagy nem. Ha szeretet volt a motiváció, akkor megmarad, és az illető jutalmát veszi, ha nem, akkor nem marad meg, és az illető ugyan bemegy, mint egy tűz által, de jutalmat nem kap érte. És akkor ugye itt az 1 Korintus 13.4-től kezdi a Pál értelmezni, hogy milyen a szeretet, ugye? És ott az 5-ös versben hangzik el a központi dolog, hogy a szeretet nem keresi a maga hasznát. Ugye, Isten sem keresi a maga hasznát, amikor Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, örök élete legyen, akkor nem a saját hasznát kereste Isten, jó? Hanem az emberét, akit meg kellett menteni a tűznek tavától. És ezért semmi se volt neki drága, még Jézus Krisztus sem. Ez a szeretetnek a csúcsa, azt mondja Jézus, senkiben nincsen nagyobb szeretet, mint aki az életét adja a barátaiért. Ez az önfeláldozás, a csúcsa a szeretetnek, ha tetszik így mondani. Tehát gondolom érthető, tehát ez elég logikus, értelmes dolog, és erről beszél a Korintus 13. Nézzük meg a Tesszalonika levelet, jó? Most már lassan megyünk a vége felé, megnézem a cybertérben mennyi ideje beszélek. 1 óra 25 perce beszélek, akkor nézzük csak meg a Tesszalonikát. Tehát 1 Tesz 3, 12-13. Pál apostolnak egy imádsága, 1 Tesz 3, 12-13. Titeket pedig gyarapítson az Úr, és tegyen bőségesekké az egymás iránt, és mindenki iránt való szeretetben, amilyenek vagyunk mi is irántatok, hogy erősekké tegye a ti szíveteket, fedhetetlenek ki a szentségben, a mi Istenünk és Atyánk előtt, amikor eljő a mi Úrunk Jézus Krisztus mindenő szentjeivel egyetemben. Hát akkor mit jelent ez a szöveg? Megint csak értelmezzük, de nem lehet a Bibliát úgy olvasni, hogy jó, veretes szöveg, és hogyha annak 10%-át értem, akkor már mindent értek, mert a maradéknak úgy sincs értelme, csak azért van, hogy szép színes legyen, és jó veretes legyen. Semmi nincs messzebb az igazságtól. Borzasztóan értelme van minden egyes szónak. Miért imádkozik Pál? Hogy az Úr gyarapítson, és bőségesen tegyen minket, keresztényeket, az egymás iránt és mindenki más iránt való szeretetben. Ezt azért, hogy erősekké tegye a szívünket, fedhetetlenné a szentségben, amikor eljön az Úr Jézus Krisztus az Atya előtt, mindenő szentjeivel egyetemben. Tehát magyarán azzal a nappal kapcsolatban kéri az Atyát, hogy az Úr Jézus Krisztust, hogy bőségessé tegyen minket a szeretetben, hogy amikor Jézus eljön, az ő minden szentjével együtt, akkor a mi szívünk erősen és fedhetetlen szentségben állhasson Isten előtt. Mitől lesz a te szíved erős és fedhetetlen a szentségben? Attól, hogy az egymás iránt és mindenki más iránt való szeretetben bőséges vagy. Nézzük meg, egy pillanatra ugorjunk vissza 1 Korintus 13-ba, jó? Mert az 1 Korintus 13-ban a 8-as vers, ami a szeretet utolsó gondolata, tehát a szeretetről való utolsó gondolat, hogy a szeretet soha el nem esik. És hát, hogy Pál apostol beszél a Róma 13-ban is, meg a Róma 8-ban is, több helyütt beszél arról Pál apostol, hogy a törvény betöltése a szeretet. Tehát magyarán, ha valakit a szeretet motivál, az nem képes bűnbe esni. Az emberek iránt és az Isten iránti szeretet együtt ott van a szívemben, akkor semmi olyat nem fog csinálni, ami a szeretet ellen tesz, vagyis semmi olyat nem fog tenni, ami a törvény ellen tesz. Tehát, hogyha valaki a szentségben erős akar lenni, fedhetetlen akar lenni a szentségben, ugye erről beszél a Galata 5. fejezetében a szellem gyümölcsei is, ugye, hogy aki a szellem gyümölcseivel él, az ellen nincs törvény, és a szellem gyümölcse közül az első a szeretet. Ugye? Tehát, hogyha valaki fedhetetlenné akar lenni a szentségben, az gyarapodjon az egymás iránt és mindenki más iránt való szeretetben. Tudnék, akkor nem fog olyat csinálni, ami Isten előtt nem kedves, tökéletes szentségben fog lenni. És akkor gyakorlatilag azt lehet mondani,
hogy nem fog az Úr Jézus Krisztus előtt lebőgni, amikor az megérkezik. Most persze az embereknek akkor, amikor Jézus Krisztus meg fog érkezni, nem az lesz a legnagyobb baja akkor már, hogy lebőgök előtte vagy nem, hanem ha ténylegesen egy meteor csapódik be a földbe, és ténylegesen elszabadul itt a földi pokol, és tűz lesz, meg mindenféle lesz, akkor az emberek menekülni fognak az elől, amennyire tudnak. De ugye nekünk azt mondja az Úr, hogy kap fel a fejedet, tekints fel az égre, mert eljött a te megváltásod ideje, elközelgetett. De minden esetre mostan a nyugodt napokban az ember arra készülhet, hogy meg kell állni Jézus Krisztus előtt, és azt szerint fogok megdicsőni, vagy lebőgni, hogy mennyire voltam jó a szeretetben. 1 János 2.28 a következő igénk, és haladunk a vége fele. 1 János 2.28. Most, fiacskáim, maradjatok ő benne, hogy mikor megjelenik, bizodalmunk legyen, és meg ne szégyenüljünk előtte az ő eljövetelekor. Tehát magyarán Jézus Krisztus eljön érted, elvisz magával, és te égsz, mint a rongy. És azért, mert akkor látod meg, hogy egy önző, nyomorék életet éltél, és szeretet nem volt benne, és semmi hasznosat Krisztusnak nem építettél. Ez egy lehetőség. Ez egy lehetőség. És János apostol tanít minket, és akkor hát ez lesz az utolsó gondolatom erre a mai tanításra. Az ő levelében, tehát egy János levélben vagyunk most, hogy mit ért János, az, amikor azt mondja az 1 János 2.28, hogy maradjatok ő benne, akkor azt kifejti az 1 János 3.18, hogy ez mit jelenik, mit jelent ő benne maradni. Tehát akkor nézzük az 1 János 3.18-23-at, és ezzel az igével fog búcsúzni, ez lesz az utolsó, aminek neki szaladunk ma. 1 János 3.18-23-ig, fiacskáim, ne szóval szeressünk se nyelvvel, hanem cselekedettel és valósággal. És erről ismerjük meg, hogy mi az igazságból valók vagyunk, és így tesszük bátorságossá ő előtte a mi szíveinket, ha vádol minket a szív. Mivel, hogy nagyobb az Isten a mi szívünknél, és minden tud, szeretteim, ha szívünk nem vádol minket, bizodalmunk van az Istenhez. És akármit kérjünk, megnyerjük előtte, mert megtartjuk az ő parancsolatait, és azokat cselekesszük, amik kedvesek ő előtte. Ez pedig az ő parancsolata, hogy higgyünk az ő fiának, a Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást, amint megparancsolta nékünk. Fut egy tanítás sorozat a János levélből. Tehát ha valaki böngészi a YouTube-on ezeket a tanításokat, akkor a szigetvári rendszeres tanítás az 1 János levélről szól. És az 1 János levélről szóló tanításban világosan látszik, hogy János a világosságot a szeretettel azonosítja, és a világosságban járást a szeretetben való járással azonosítja. És János azt tanítja, hogy Jézus Krisztus parancsolatai, amiket ő parancsolt, arra irányultak, hogy megtanuljunk szeretetben járni. Tehát, hogyha valaki az ő parancsolatait megtartja, és azt szerint jár, az szeretetben jár. Ezek Jézus Krisztus parancsolatai. Jézus Krisztusnak volt azonban egy parancsolata, az ő parancsolata, hogy úgy szeressük egymást, hogy ő szeretett minket. És gyakorlatilag tehát János azt mondja, hogy Jézus a szeretetet tanította gyakorlatilag. A parancsolata ival, azzal, hogy hogyan kell élni, hogyan kell viselkedni, mi az, ami a szeretetet jelenti. És az összes parancsolat abban volt összefoglalható, hogy úgy kell egymást szeretnünk, hogy ő szeretett minket. De mit jelent? János ezt összegezi nagyon gyönyörűen, fiacskáim, ne szóval, ugye, tehát 1 János 3.18, ne szóval szeressünk, ne nyelvvel, hanem cselekedettel és valósággal. Tehát magyarán a szeretet mindig cselekszik. Nem azt mondja, hogy szeretlek téged, hanem úgy cselekszik, amiből kiderül, hogy szeretlek téged. Jó? Egy nagyon-nagyon fontos dolog. És ebből tudjuk meg, hogy az igazságban vagyunk, és így a szeretet cselekedeteivel tesszük bátorságossá ő előtte a szíveinket, ha vádol minket a szív. Ugye? Tehát a mi szívünk vádol bennünket, hogyha valami olyat csinálunk, ami nem helyes, de mi igyekszünk, törekszünk, és szeretetben járunk, és így bátorítjuk a szívünket, hogy de hát hiszen ezt is jót cselekszem, ott is jó, ezzel is szeretem, azzal is szeretetben járok, itt is jót teszek, ott is jót teszek. Tehát ezzel tesszük bátorságossá szívünket, ha vádol minket a szív. Mert ugyan Isten nagyobb a mi szívünknél, és mindent tud, ugye tudjuk azt, hogy Isten nem vádaskodik, mert kicsoda, mondjon máshol a Biblia, kicsoda vádolja,
az Isten választotta itt, Isten az, aki megigazít, ugye? Ha valaki olvassa a Róma 8-at, akkor a Róma 8. fejezetnek a végén van egy ilyen hosszú szakasz, hogy kicsoda vádolját, Isten az, aki megöl, ki az, aki kárhoztat, Krisztus az, aki meghalt, sőt, te is támadott, atya jobbján ül, stb. Tehát Isten nem vádol bennünket, de a mi szívünk bizony vádol minket, hogyha olyat teszünk, ami nem helyes, azt pontosan tudja a szívünk. És tudunk egy kicsit bátorságossá tenni magunkon azáltal, hogyha a szeretet cselekedeteit cselekesszük. Ugye? És utána mondja a 21-es vers, hogy ha a szívünk nem vádol, akkor van bizodalmunk Istenhez. Tehát mindenképpen el kell érnünk azt, hogy a szívünkben ne legyen kárhoztatás önmagunkkal szemben, mert ha van, akkor bizodalmat vesztünk Isten felé. Ugye? De azzal segítünk a mi szívünknek, hogy ne kárhoztassa magát, hogy bizodalmunk legyen Istenhez, hogy megtartjuk a parancsolatait, és azokat cselekesszük, amik kedvesek előtte. És egy ilyen jó szívünk lesz, hogy igen, azt csinálom, amit Jézus mondott. Ugye Pál apostol is arról beszél, hogy akár levetkőztetünk, akár felöltöztetünk, igyekszünk úgy cselekedni, hogy néki kedvesek legyünk, ugye? Néki kedveskedjünk, mondta Pál apostol. Ez volt a 2 Korintus 5:9 egyébként, hogy azért igyekszünk is, hogy akár itt lakunk, akár elköltözünk, néki kedvesek legyünk, ugye? 2 Korintus 5:9. János is erről beszél, hogy megtartjuk a parancsolatait, ez 1 János 3:22, megtartjuk az ő parancsolatait, és azokat cselekesszük, amik kedvesek előtte. Ez pedig az ő parancsolata, hogy higgyünk az ő fiának, Jézus Krisztusnak nevében, természetesen, ezen túl vagyunk, és szeressük egymást, ahogyan parancsolta nekünk, hogy szeressük egymást. És tulajdonképpen itt a vége a nótának, itt a vége a dalnak, tehát hogyha valaki Jézus Krisztus előtt nem akar leégni, amikor Jézus megjelenik, és nem akar Krisztus ítélők széke előtt megjutalmaztatni a hiába való cselekedeteért, hanem csak a jó cselekedetekért akar jutalmat venni, akkor járjon szeretetben itt ezen a földön, mert csak ez számít. Ebből van a haszon, ez amit jutalmat kap az ember, hogyha a szeretetnek a motivációja, a szeretetnek az indítatása volt a cselekedetei mögött. Ezt tanítja az új szövetségi szentírás gyakorlatilag a keresztények jövőbeli sorsával kapcsolatban. És eljött az a pillanat, amikor megköszönöm a figyelmet mindenkinek, aki ezt az 1 óra 37 percet kibírta velem, és találkozunk a tanítás folytatásával egy hónap múlva. Az élet könyvével van egy érdekes dolog a Bibliában, az úgynevezett életnek könyve, amiről egy hónappal ezelőtt utalást tettünk, és ezt meg fogjuk vizsgálni, hogy pontosan mit ír a Biblia az élet könyvével kapcsolatban. Kikerülni, bekerülni, lekerülni, felkerülni. Addig is mindenkinek nagyon kellemes időtöltést kívánok, és jó egészséget, és bátorítok mindenkit, hogy a János levélről szóló tanítást is hallgassa meg. Mindenkinek minden jót!